Ezt valaki árulja már el nekem. Mindig gurulok. De szerintem elég hatásosan. Se baj, leszarom. Csalgassuk le ezt a buzi lovagot, mert megint... És ott fent milyen boss fog ránk várni? Ha megint egy ilyen köcsög... Mint az az előző bosszunk. Akkor a legboldogabb ember leszek a Dark Souls játékosok történelmében. Na, erre készültem én. Esküszöm, ott tartok, hogy el fogom adni ezeket a kurva sárdokat. Na, lelkecskeim. Lassan tényleg lesz már izém szintlépésem. Na, gyere, drága. Cuki pofa. Rendben. Zátokkal csak óvatosan. Na, hogy magamra haragítsam ott ezt a random izét. Fekete lovagot. Na, még egy vágás. És még el is átkozott, és haver, volt egy milliméter életem. Miért voltam ennyire kibaszott kapzsi már megint? És most az átok, az mit fog velem csinálni? Mert valószínűleg az nem tűnik el most, hogy meghaltam, az átok, az soha nem volt ilyen a Souls játékokban. Lehet, hogy most sikerült elrohadnom? Nem. Akkor faszom se tudja. Még borzasztó volt, mint az előző. Oké, nem hallhatsz meg megint, te fasz. Jézusom. És összegyűjtem a lelkeimet. Megint van 20 000 lelkem, és megöl egy ilyen fasz. De mindegy, kinek kellenek szintlépések, nem igaz? Ne. Ez az igazi Souls élmény. Felidegesít egyszerűen. Lángyás buzi. Oké, hogyha megölsz engem még egyszer, én... És dupla KO. Zseniális. És a legnagyobb kérdés, miért foglalkozok ezekkel, mikor úgyis csak egy bossba fogok belefutni, aki szétrúgja szintén a seggemet? Most aztán megfogtam saját magamat. Azzal a nagy szarral végezni akarok, mert az USA respawnol szerintem. Na jól van, most már kezdek ultra béna lenni. Mint hogyha már nem is próbálkoznék. Na szóval... Ezt próbáld meg még egyszer, seggfej. Na és megpróbálja, kis idióta.
ki. A kérdés az... Mi a faszért nem szúrtam hátban? És már most lekéstem az egészről, bazd meg. Mert már jön a második. Aki szintén megbasz engem hátulról a kibaszott elektromos fegyvereivel. Egyszerre kettővel meg valamiért nincsen kedvem küzdeni. Szerintem meg tudjátok érteni, hogy miért. Ja, szerintem most jön az átfutós rész, meg lecsekkoljuk, hogy mi van a kötkapu mögött, aztán faszom se tudja, de itt én hiába kínzom magam, mert kb. 15 perc, hogyha nem 20. Ez is jó sok megvágandó anyag, bazd meg. Nehogy azt hidd. Na, kötkapu barátom. Mivel tudsz nekem szolgálni? Aldrich! Itt van Aldrich! Mi a fasz köz itt Aldrich? Sokat hallottam rólad eddig. Hű. Azért csak óvatosan, barátom. Rendben, a csávó nem szarozik. És sok élete van. Ja, és csak úgy ontja magából a dark damage-et. Zöld Eldritch, küzdöttem már itt rosszabb ellenséggel is. Nem akarom, hogy sértésnek vedd, de így van. Mert igazából Ornsteinék gyakran összejöttek első alkalomra, és mikor legelőször harcoltam velük, akkor azt hiszem csak egyszer haltam meg. Oké, jó, hogy gurultál, faszszapom. De nincsen kedvem közel menni hozzád. Ezeket vajon már iframe-ekkel el lehet kerülni? Ó, hirtelen tüzesen jött elő a kicsike. Rendben. Ójjaj. Na jó, eddig elég türelmetlen módon baszakodtam ezzel a bosszal, igazából nem tűnik vészesnek. Második próbálkozásos lesz szerintem, és az is csak azért, mert ja, türelmetlen voltam és elhasználtam egy csomó életemet még a legelején, mert egyből fejjel belefutottam a harcok közepében. Se baj. Haver, ami a legjobban fáj, hogy legalább 3 szintlépést itt hagytam. Ezen a környéken. Az eléggé kellemetlen. És hogy összesen mennyit pazaroltam el... Túl sokat. Túlságosan is sokat. Na, hogy gyertek csak barmag. Bacsim, fanatikusok, nincsen hozzátok kedvem. Most már csak Aldrichhoz. Oké, ez eddig nem volt olyan rossz, hol fogsz felbukkanni.
tetszik ez a támadásod, mert szart se ér. Oké, ez az elmenekülős részednél viszont oda kéne figyelnem. Meg ennél is azért. Aki eddig túl sok ezt használtam, úgy érzem. Ez meg közel volt. Na ja, kicsit kevés életem marad. Pontosabban ezt húszom. Lehet, hogy fel kéne venni azt a sötét ellenállásos gyűrűt. Ó, még élek. Ez is egy meglepő fordulat. Ó, aztán meg instant kill-el engem. Insta kill. És kicsavarodik a csaj, vagy hapsi, azt se tudom, mi vagy te barátom. De mindegy, ez egy könnyebb boss lesz, mint amivel korábban harcoltunk. Egy ilyen pár epizóddal ezelőtt. Milyen seggfej ellenségeink vannak, el se hiszem. Nehezebb az eljutás egy bosszig, bazd meg, mint maga a boss. És tényleg mocskosul fel, bassz, hogy elhagytunk ennyi szintlépést. De persze ez csak is az én hibám, szóval nem is kéne magam rágni rajtam. Pontosabban csak rinyálnom nem kéne miattam. Erre nem számítottam. Arra se, hogy duplázni fogsz, te kibaszott szajha. Arra se, hogy triplázni fogsz, te... Ez így fair volt? Valaki mondja már meg nekem, ez így fair volt? Szerintem nem. De persze, hogyha én is tudnék unfair módon harcolni, akkor harcolnék. De sajnos nem. A Dark Souls egy olyan játék, ahol csak vele tudnak unfair-ek lenni az ellenségeid. Te sajnos csak egy jó szívű gyerek tudsz lenni. Egy Estus minuszra indulni mindig frankó érzés. Ó, már egyből ezzel kezded? Kurva jó vagy. Se baj, egy ütésbe tudtam vinni legalább. Balra vagy jobbra leszem. Egyik irányba se zsír. Ó, az összes betalált. Na jó van, szerintem skacok. Az a baj, hogy körülbelül 2,5 órája játszok, eleve egy órás boss harccal indítottam, aztán utána elveszítettem körülbelül 4 szintlépést ez alatt a per... Ez alatt a körülbelül másfél óra alatt, amit most felvettem még a boss harc után. Szóval szerintem jobban járok, hogy tartok egy szünetet. Szóval skacok, köszi, hogy tetszett... Nem. Látjátok, mert kibaszott outro-t sem tudok megcsinálni. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, nagyra értékelem. Viszont a következő epizódnál, és addig is sziasztok!